Tisztelettel köszöntöm Zircváros Önkormányzat képviselőtestületének februári munkaterv szerinti ülésén megjelenteket, intézményvezetőket, hivatali munkatársakat, Parancsnok urat, média képviselőit, helyi tévénézőit és természetesen a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy a képviselőtestület határolatképes teljes létszámban jelen vagyunk. Ismertetném tervezett napirendjeinket. Elsőként személyügyek keretében tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről. Önkormányzati rendeletek alkotása tárkörben második napirend az önkormányzat 2020 évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala. Határozati javaslatot tartalmaz a döntést igénylő ügyek keretében, harmadik az Ilci Német nemzetiségi önkormányzat elnökének kérelme, negyedik a polgármester 2020 évi szabadságütemezésének jóváhagyása, ötödik turisztikai együttműködési megállapodás jóváhagyása, hatodik Zircvárosi önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadása, hetedik az Ilci Erzsébet kórház alapítvány alapítókiratának módosítása, 8. Zirc 98-as helyről számú ingatlanra érkezett vételi ajánlattal kapcsolatos döntés. 9. műszaki ellenőri tevékenység végzésére érkezett ajánlatok bírálata, ez a TOP 1-2-1-es projekt keretében. 10. közbeszerzési eljárás lefolytatására érkezett ajánlatok bírálata szintén TOP-os projekthez kapcsolódóan, ez a TOP 3-2-1-es projektünk. 11. használati szerződésből eredő kötelezettségről szóló döntés meghozatal az átülésre javasolt napirend. Konkrét határozati javaslatok nem tartalmazó előterjesztések tájékoztatók keretében 12. tájékoztató a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó állami támogatás felhasználásáról. 13. tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről, 14. jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. 15. tájékoztató az átkázott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről, 16. tájékoztató az átkázott hatáskörben hozott jegyzői döntésekről, 17. tájékoztató az átkázott hatáskörben hozott bizottsági döntésekről. Kérdezem a képviselőtestület tagjait, hogy a javasolt napi rendekkel kapcsolatban kinek van kérdése, javaslata. Igen? Nem javasoltal kapcsolatban szeretnék kérdezni, hogy munkatárba szerepelve járdák és közutak kereszteződéseiben szükséges akadálymentesítés. Én elfogadom a napirendhoz csak a tájékoztatót, hogy egy későbbi testületülésen kerüljön napirendre, viszont egy időpont megjelölést szeretnék hozzá kérni. Hosszájvezető márciusi testületülés? Én javaslatom a következő ülésünkről kárcsúzásra is úgyis dönt a képviselő testület, hogy azzal együtt lenne előterjesztés. Márciusi. Jó. Köszönöm szépen. További kérdés? Nincs. Van egy napi rendünk, az a 11. ezzel kapcsolatban előterjesztés részét képezi egy zárt ülési határozati javaslat. Aki ezt el tudja fogadni, kérem kézfelemelésen jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Összességében tennél fel az ismertetett napirendeket, aki el tudja fogadni, kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület, és akkor egy javaslatom lenne még a tárgyalási sorrendre vonatkozóan, hogy az átülési napirendet, majd a nyílt ülési napirendeket követően tárgyaljuk meg. Aki ezt el tudja fogadni, kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Rátérnék első napirendünkre, tájékoztató a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségek teljesítéséről. A pénzügyi ellenőrző gazdasági bizottság tárgyalta az előterjesztést, előterjesztő pedig a bizottság elnöke, úgyhogy megadom a szót elnök úrnak. Minden érintett határidőre tehát a szükséges vagyonnyilatkozatnak. Köszönöm szépen. Kinek van kérdése a tájékoztatóval kapcsolatban? Nincs, aki tudomásul tudja venni, kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag tudomásul vette a képviselőtestület. Rátérnék önkormányzati rendeletek alkotása tárgykörben az önkormányzat 2020 évi költségvetésével kapcsolatos döntések meghozatala című napirend megvitatására. Ez két alapomban áll. Az első az államháztartásról szóló 2011 évi 195-ös törvény 29 per a paragrafusában foglaltak szerinti határozat meghozatala címet viseli. Bizottságok tárgyalták az előterjesztést, pénzügyi ellenőrzés gazdasági bizottság egyhangulag tárgyalásra alkalmasnak tartja és javasolja a határozati javaslat elfogadását, hasonlóképpen az emberi kapcsolatok bizottsága is. Kinek van kérdése? Hozzászólás? Jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget ennek a határozatnak az elfogadásával.
amely gyakorlatilag a adott költségvetési évre és az azt követő három évre vonatkozóan prognosztizálja a önkormányzatnak a saját bevételeinek a várható mértékét, illetve adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeinek a tervezett mértékét. Itt én abban bízom, hogy a fizetési kötelezettségek tekintetében nem ez fog realizálódni, amit itt prognosztizálunk, mert ez azt tekinti alapként, hogy 200 millió forintos fejlesztési hitel teljes egészébe felveszi az önkormányzatunk, és ahhoz kapcsolódóan szerepelteti a kötelezettségeket. Kinek van kérdése, hozzászólás? Nincs. Aki határozati javaslatot el tudja fogadni, kérem kézfelemelése jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Következő napirendünk, az Érszvárosi Önkormányzat 2020 évi költségvetési rendeletének megalkotása. Pénzügyi ellenőrzés gazdasági bizottság elnökének adnám meg a szót tekintettel arra, hogy egy külön határozat meghozatala is szükséges a rendelettervezethez kapcsolódóan ennek a ismertetését lőcsés. A bizottság az előterjesztést 7 igen szavazattal egyhangulag tárgyalásra alkalmasnak tartja. A bizottság 7 igen szavazattal egyhangulag az alábbi határozatot hozta. Az Érszvárosi Önkormányzat képviselőtestületének pénzügyi ellenőrzés gazdasági bizottsága az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelet tervezetének megtárgyalása eredményeképpen az alábbi megállapításokat teszi. A tervezett működési bevételek teljesítését realizálhatónak tartja a bizottság, ugyanakkor az ingatlan értékesítésből származó bevétel előirányzatának teljesítése kockázatokat hozott magában. Éppen ezért figyelni kell arra, hogy a kiadási előirányzatok a bevételi előirányzatok teljesítésének ütemében kerüljenek felhasználásra. Javasolja a bizottság, hogy az évközben realizálható többletbevételek általános tartalékba kerüljenek. A költségvetés biztonsága érdekében tovább kell keresni a lehetőségeket a működési költségek mérséklésére, továbbá fontos az önként vállalt feladatok költségvetésen belüli súlyának folyamatos kontrollja. Fokozottan ügyelni kell a takarékos gazdálkodásra annak érdekében, hogy a költségvetés mind működési, különösen pedig felhalmozási szinten tartható és megvalósítható legyen. Sarkalatos pont a top projektek megvalósíthatóságának kérdésköre. Törekedni kell arra, hogy a projekteken belüli átcsoportosítással, műszaki tartalom felülvizsgálatával, a jogszabályok által biztosított többlet támogatás igénybevételi lehetőséggel valósuljanak meg a fejlesztések. Csak legvégső esetben kerülhet sor külső finanszírozási forrás bevonására, fejlesztési hitel formájában. Ez már a döntés. A bizottság 7 igen szavazattal egyhangulag javasolja a képviselőtestületnek a rendelet elfogadását a néhány módosítással. Itt nem túl nagy tartalmi módosítások vannak. Egy közben nyertes pályázat lett beépítve, illetve 1-200 000 forintos korrekciók történtek az egyes sorok között. Köszönöm szépen! Emberi kapcsolatok bizottság is tárgyalta az előterjesztést és pénzügyi ellenőrzés gazdasági bizottság ülésén elfogadott módosításokkal együtt javasolja a képviselőtestületnek a rendelettervezet elfogadását. A elnök úr által ismertetett módosítások azok átvezetésre kerültek és ennek a teljes anyagát képviselőtársaim megkapták. Annyit szeretnék elmondani itt a rendelettervezettel kapcsolatban, hogy korábbi évek viszonylatában elmondható az, hogy a legjelentősebb költségvetési főösszeggel került megtervezésre a városnak a költségvetése. Ez 3.244 millió forintos nagyságrendet jelent. Ennek a költségvetésnek körülbelül az egy harmada az a működési költségvetés rész, két harmada az pedig felhalmozási kiadásokat előirányzó részt jelent. Úgy gondolom, hogy itt a költségvetésen belüli arányok is jól jelzik azt, hogy milyen lehetőségek állnak a város előtt, ugyanakkor jelzi a lehetőségek mellett a felelősségnek és a esetlegesen felmerülő problémáknak a nagyságrendjét is. Tekintettel arra, hogy a felhalmozási kiadásoknak a jelentős része
önkormányzat által elnyert uniós projekteknek a megvalósításához szükséges forrásokat tartalmazza, és látjuk azt és tapasztaljuk, hogy gyakorlatilag a kivitelezői árak jelentős és dinamikus emelkedése az elmúlt évek során azt eredményezi, hogy a támogatásnak az összege a legtöbb esetben már nem nyújt kellő fedezetet a projektek megvalósításához. Annak érdekében, hogy annak ellen, hogy megvalósuljanak ezek a fontos fejlesztések, több lehetőség áll az önkormányzat előtt. Ezek közül több lehetőséget, hogyha úgy tetszik, akkor már megpróbáltunk végigjátszani. Ezek elsősorban a projekteknek a műszaki tartalmának a csökkentéséhez kapcsolódó lehetőségek. Ugyanakkor eljutottunk úgymond a célegyenesbe, hogy most már túl sok időnk nincsen arra, hogy megoldásokat keresve próbáljunk esetlegesen időt nyerve megoldásokat találni, újabb megoldásokat. Egy út van előttünk a legtöbb projekt esetében, vagy megcsináljuk, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak és a városnak is az lenne az érdeke, hogy a fejlesztéseket, amit elkezdtünk, azokat tudjuk tisztességes módon befejezni. Ehhez több esetben valószínű, hogy újabb külső források bevonására, esetlegesen saját belső forrásainknak a mozgósítására lehet szükség. Az önkormányzat, hogyha belső forrásokról beszélünk, akkor szóba jött egyrészt az előző napirend kapcsán említett hitelfelvételének a lehetősége, amely ott van a költségvetési rendeletben teherként, meg lehetőségként is. Ugyanakkor álláspontunk az egyelőre az, hogy amennyire lehet ennek a tényleges felvételét, ezt ki kell tolni, és csak a lehető legszükséges és minimális mértékben élni a hitelfelvételével. A másik úgymond saját tehetségünkre alapozott bevételi forrás, ez több mint 140 millió forint értékben betervezett ingatlan értékesítési bevétel. Korábbi években, de lehet mondani évtizedeket is, nem emlékszem hasonló mértékű ingatlan értékesítésből betervezett bevételre. Ennek több oka volt egyébként az, hogy próbáltunk ragaszkodni a önkormányzati vagyonhoz és nem piacra vinni. Másrészt pedig a piaci feltételek sem voltak feltétlenül ideálisak ahhoz, hogy önkormányzati ingatlanok értékesítésében gondolkodjunk. Én úgy vélem, hogy most a költségvetés tervezetében szereplő ingatlanok és annak a bevétele, hogyha realizálhatóvá válik, akkor mindenféleképpen fontos megjegyezni, hogy ez nem működési célú kiadásoknak a fedezetét fogja szolgálni, hanem fejlesztésekhez, felhalmozási kiadásoknak a teljesíthetőségéhez szükséges. Azaz önkormányzat nem fog vagyonvesztést elkövetni, hanem hogyha úgy tetszik, akkor egy picit talán átstruktúrálódik a vagyon összetétele. Egy ingatlan értékesítésből származó bevétel be fog épülni egy másik fejlesztésnek a forrás összegébe, és ott jelent majd vagyongyarapodást. Hogy egy picit közelebbről is lehessen látni a költségvetési rendeletnek a főszegén kívüli számokat, úgy intézményi szinten szeretném ismertetni a költségvetési főszegeket. Az IEC közös önkormányzati hivatal, ugye januári együttes testületi ülésen fogadtuk el három önkormányzattal, magunkat is beleértve természetesen a hivatalnak a költségvetését. Ennek a főszege 222.252.000 forintos bevétellel és kiadással tervezett. Békefiatal Városi Könyvtár Művelődési Jelzés Stúdió KB 2020 évi költségvetése az 56.900.000 forintos nagyságrend. Reguli Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház az 30.363.000 forinttal tervezett. Az IEC önkormányzati szolgáltató központ pedig 176.641.000 forintos költségvetéssel. Csak tájékoztatásként szeretném megemlíteni, nem közvetlen önkormányzati feladatellátás tekintetében mondhatjuk, úgyhogy közvetve vagyunk a feladatellátói az IEC és lókutóoda társulás esetében és az IEC járás önkormányzati társulás esetében. Az IEC és lókutóoda társulás költségvetés az 247 millió forintos főszeggel került elfogadásra,
itt az ordai feladatellátáshoz önkormányzatunknak 47 millió forintos forrást szükséges biztosítani saját bevételei tertére. Az ECR-es önkormányzati társulás költségvetéshez pedig 196 millió forintos összegű. Az imént említettem, hogy valamivel több mint 1 milliárd forint a működési költségvetésünknek a fő összege. Ebből állami finanszírozás formájában jelenik meg 550 millió forint. Ebből az 550 millió forintból azonban vannak jelentős források, amelyek önkormányzatunkon úgymond csak átutaznak, mert ez végső soron az imént említett társulásoknak a működéséhez biztosított forrás. Ez összességében azt jelenti, hogy a óvodatársuláshoz 195 millió forintos nagyságrend, ami állami támogatás formájában önkormányzatunkon keresztül jelenik meg a társulásnál, az ECR-es önkormányzati társulásánál pedig 70 millió forintos nagyságrend. Saját bevételénk az 465 millió forintban tervezett, ennek a legjelentősebb tétele egyébként a helyi adóbevételeknek a 320 millió forintos forrása, illetőleg itt jelenik meg ez a több mint 140 millió forintos ingatlan értékesítésből származó vagy tervezett bevételünk. Úgy gondolom, hogy a költségvetési rendelet imént elmondottak alapján is meglehetősen súlyos. Én úgy érzem, hogy komoly kockázatok vannak benne egyértelmű, hogy arra kell törekednünk majd itt a végrehajtás során, hogy a topos projektek keretében meghozandó döntéseink kapcsán erre tekintettel és figyelemmel legyünk, és tényleg csak olyan kötelezettségeket vállaljunk be, amelyek aztán teljesíthetőek is, lehetőség szerint hitelfelvétel nélkül, és minél több plusz állami finanszírozásnak bevonásával. Ennyit szerettem volna röviden elmondani, kiegészítésként nem tudom, hogy kinek van kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Hozzászólás. Igen? A költségvetési rendelet, ez egy 68 oldalas dokumentum, amiből kb. 44 oldal táblázat van meg szám. Úgyhogy, és tekintettel ennek a költségvetésnek a komolyságára, a polgármester úr kicsit részletesebben is kifejtett, én erre való tekintettel is szeretném megköszönni a hivatal minden munkatársának, pénzügyi osztályvezető asszonynak azt a megfeszített munkát, amivel ezt a költségvetést összerakták, aki otthon mondjuk kifesteti a lakását és megpróbál egy A4-esen egy kalkulációt csinálni, az pontosan tudja, hogy ez mennyire nehéz feladatot tud jelenteni, és akkor ezt gondolom nem kell tagolni, hogy ez hatványozottan megjelenik egy ilyen nagyon-nagyon felelősségteljes munkánál. Úgyhogy még egyszer köszönet érte, hogy egy ilyen megalapozott és felelősségteljes döntést tudjon a képviselőtestület hozni. Ez szükség volt az ő munkájukra. Még egyszer köszönöm. Köszönöm szépen a hozzászólást, és mondhatnám azt, hogy a képviselőtársam egy picit megelőzött. Én arra gondoltam, hogy amikor a képviselőtestület elfogadta a rendeletet, akkor hasonló gondolatokat fogok megfogalmazni, de bízom benne, hogy lesz erre is lehetőség. Igen, további hozzászólás. Igen? Egyetértve a polgármester úrnak a megállapításaival, én is azt gondolom, hogy a költségvetés az rendkívül részletes, egyetértve a pénzügyi és gazdasági bizottságban is abban, hogy ez realizálható, megalapozott a költségvetés. Annyira részletes, mint ahogy a Tamás kollégám mondta, hogy gyakorlatilag nekem mérnöki logikával ezt több napig tartottam, még egyáltalán át tudtam tekinteni a táblázatoknak a kapcsolódási pontjait és a számszerű összefüggéseit, de áttekinthető, tehát csak nyilván pénzügyes képesítéssel ez könnyebben menne. Ami a lényeg, és amit a polgármester is mondott, hogy van azért kockázat a költségvetésnek, amit elsődlegesen a topos projektjeinknek a jelenlegi előrehaladása miatt lehet feltételezni, ugyanis még ugye nincsenek meg a végleges ajánlataink minden részfeladatra az egyes projektekkel összefüggésben, így nem látjuk a beruházásainknak a végösszegét, nem tudjuk még 100%-ig összehasonlítani a rendelkezésre álló és elnyert pályázati forrásokkal.
ez pillanatilag bizonytalan. Ennél többet, amit a költségvetésben szerepel, hogy a költségvetés biztonságban legyen, ennél többet úgy gondolom nem lehetett tenni, és nem is lehet tenni pillanatnyilag. A beruházások, amikről itt szó van, és mindenki ismeri, azok olyan súlyok, amelyek városfejlesztési szempontból is rendkívül fontosak, és azt gondolom, hogy gazdasági szempontból is fontosak lesznek, nem beszélve arról, hogy a közlekedésfejlesztési projektjeinknek bizonyos elemei a város közlekedési szerkezetére olyan hatással vannak, amik talán nem is elnapolhatóak most már a jelenlegi helyzetben, azt mondom. Tehát rendkívül fontosak ezek a beruházások. Ami a lényeg, hogy nyilván úgy kezeljük, úgy kezeli majd a képviselőtestület is, feltételezem, hogy a legfontosabb, hogy a pályázaton belül elsődleges szempont, hogy tudunk átcsoportosítani úgy pénzeszközöket, hogy gyakorlatilag az egyelőre magasabbnak tűnő ajánlati árak, azok kordában legyenek tarthatók. Van, amelyik projektelemnél ez lehetséges, van, amelyiknél feltételezhetően nem 100%-os mértékben. Amennyiben nem, ugye a következő sorrendben a következő lépés, hogy többletforrásokat próbál az önkormányzat igényelni, erre ugye már volt is testületi döntés, meg is tette projekt esetében, meg fogja tenni, ha szükséges a többinél is. A harmadik, és így súlyozva mondanám a harmadikat, nyilván szerepel a költségvetésbe az ingatlanoknak az eladása. Ilyen nagyságrendű valóban nem hiszem, hogy volt korábban, ezt most ő jobban tudja, összegszerűségében is nagy. Azt tudni kell azért, hogy az ingatlanoknak a mozgatása, mobilitása nem olyan egyszerű. Vannak ezek között ebben a csomagban olyan elemek, amelyek lehet, hogy egy-két hónapon belül realizálhatók, de vannak olyan elemek is, amelyek az ingatlanpiaci gyakorlat szerint 6-12 hónap, vagy esetleg még annál is több lehet, de ez bizonyos mértékig, azt kell mondjam, szerencse kérdése is, ez előre nem kiszámítható. Költségvetésben főleg nem kiszámítható, de a lehetőség adott egy ilyen magasabb összeg tekintetében, és csak az utolsó, a negyedik lépés lenne az a lépés, amikor esetleg hitelfelvétel lenne, amire ugye az előzetes testületi döntés rendelkezésre áll. Hát én azt gondolom, hogy ezt a fontossági sorrendet, ha betartjuk, akkor előre tudunk lépni. Én továbbra is azt támogatom, hogy ezek a beruházások rendkívül fontosak, és a jelenlegi helyzetben ez teszi egy kicsit bizonytalanná a számszaki részeit, nem a bevételi összeg vagy kiadási főzeg jelenlegi állapota szerint, hanem majd a későbbiekben, amikor látjuk a számokat, és amikor majd döntési pozícióban lesz az önkormányzat, hogy melyik beruházásoknál milyen szerződést tud kötni. Én ezek alapján azt gondolom, hogy tényleg nagyon részletes és mindenre kiterjedő a költségvetési törvényjavaslat. Én támogatom ennek az elfogadását, és önnek is tartom. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kinek van további hozzászólása? Nincs, akkor a szavazásra tennél fel a költségvetési rendeletet, aki el tudja fogadni, kérem kész felemeléssel jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület, és akkor most szeretnék köszönetet mondani az ügyi osztályvezető asszonynak és munkatársainak, és mindenkinek természetesen, aki közreműködött abban, hogy költségvetési rendeletünk az most már van. Most már csak a következő feladat van hátra, hogy ezt a szeminél hatékonyabban tudjuk évközben használni, és ennek megfelelően tudjuk megoldani a városnak egyrészt a működtetési, másrészt pedig a fejlesztési feladatait. Köszönöm szépen! Átérnünk következő napirendünkkel. Az Ilci Német Nemzetiségű Önkormányzat elnökének kérelme. Pénzügyi ellenőrző bizottság tárgyalta az előterjesztést, megadnám a szót elnök úrnak. A bizottság két igen szavazottal egy hangulat tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést. A bizottság két igen szavazattal egy hangulat javasolja a képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását. Az Ilc Városi Önkormányzat képviselőtestülete, mint az ingatlan tulajdonosi jogállam gyakorlója, a jelenleg kiépített vagyonvédelmi rendszer további működéséhez nem járul hozzá, annak jogsértő volt a miatt. A bizottság hat igen szavazata és egy tartózkodásra javasolja a képviselőtestületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását. Az Ilc Városi Önkormányzat képviselőtestülete hozzájárulását adja ahhoz,
hogy az IRCI német nemzetiségi önkormányzat, illetve az IRCI önkormányzati tűzoltóság megfelelő műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerákat helyezzen ki az IRCI Petőfi út 6 szám alatti ingatlanra, azzal a feltétellel, hogy azok kihelyezésének és az üzemeltetésének meg kell felelnie mindenkori jogszabályi előírásoknak. A kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok szerinti működtetésért a kamerákat elhelyezők és üzemeltetők felelősek. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy az előterjesztésnek a lényege is benne van a elnök úr által ismertetettekben, úgyhogy erre most nem térnék ki külön. Kinek van kérdése az előterjesztésre kapcsolatban? Hozzászólás? Igen? Megpróbálom röviden összefoglalni. Én a bizottság ülésen elmondtam az álláspontomat ezzel kapcsolatban. Csak röviden foglalnám össze, inkább indokolásként, hogy tulajdonképpen a pénzügyi bizottság által javasolt javaslatnak az első részét azt el tudom fogadni, hiszen én is támogatom a második részét, viszont nem is úgy gondolom, hogy annyival tartozom, hogy röviden összefoglaljam, hogy miért nem. A kérelem az elnök úr részéről az arra vonatkozott, hogy az önkormányzat kezdeményezze a meglévő kiépített vagyonvédelmi rendszer, vagyis a kérelmező kezdeményezi az általuk kiépített vagyonvédelmi rendszer további működéséhez szükséges engedélyek hozzájárulását. Ez az adatvédelmi hatóság részéről egy nemleges tartalmú válasznak tekinthető volt, tehát jelenlegi formájában ezt adatvédelmi szempontból nem támogatta. Ezért a határozati javaslat első része arra vonatkozik, hogy ugye ehhez nem tud az önkormányzat hozzájárulni. A második része bizonyos feltételek melletti működtetést, kiépítést tételez fel, amit egyrészt azért nem tud támogatni, mert nem volt ilyen jellegű kérelme a német nemzetiségi kisebbségi önkormányzatnak. Másrészt pedig nem szívesen hoznék olyan döntést, amelyben ugye a másik fél, az önkormányzati tűzoltóság jelenleg bérlőként vagy használóként van az ingatlanban, és gyakorlatilag az önkormányzat által bérbe adott vagy használt területre egy olyan döntést hoz, amely számára hátrányos, hiszen az adatvédelmi hatóság leveléből azt tűnik ki, hogy gyakorlatilag tiltakoztak a kamerarendszernek az elhelyezéséhez. A harmadik része az pedig tulajdonképpen az, hogy én ugye nem vagyok szakember ebben a kérdésben, hogy kell térfigyelő rendszert működtetni vagy felépíteni, de az adatvédelmi hatóságnak a leveléből úgy tűnik ki, hogy ez igazán szabályossá nem tehető, de ez majd kiderül a későbbiek során. Tehát azt gondolom, hogy ezzel a probléma nem oldódik meg, hanem gyakorlatilag egy spirál szerint újra fog indulni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Kérlek a további hozzászólása. Nincs. Pénzügyi bizottság két határozati javaslatot javasolt. Az első, amit ismertetett elnök úr, annyi pontosításokat javasolnék azért belevenni, hogy az IRC városi önkormányzat képviselőtestülete, mint az ingatlan társ tulajdonosi jogainak gyakorlója. És akkor pontosítsuk azt, hogy mire adunk választ. Az IRC német nemzetiségű önkormányzat által kiépített kamerás vagyonvédelmi rendszer további működéséhez nem járul hozzá, annak jogsértő volt amiatt. És a határozati javaslat második pontja pedig az lenne, hogy a képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy egyes pontban foglal döntést megküldje a német nemzetiségű önkormányzat részére. Én javasolnám, hogyha egyet értesz vele, akkor így pontosítva majd feltenni szavazásra. A bizottság által javasolt második határozati javaslatnál, amit nem igazából értek, ez a megfelelő műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerákat. Ez nem pontosan lett megfogalmazva ez a határozati javaslat, ez gyakorlatilag összhangban van az eredeti határozati javaslattal. Nem a tanúsítására volt szó, nem arról volt szó, hogy olyan szakember, akinek jogosultsága van arra, hogy tanúsítsa, hogy ez egy mindenféle jogszabálynak megfelelő, kiépített rendszer. Nem a kamerák tanúsítása volt, hanem a rendszeré. Ez nem pontosan így hangzott, az biztos.
az igazából nem annyira a kameráknak, illetve a kamerarendszernek a műszaki kialakítása áll vagy bukik itt a dolgok, hanem a mögötte lévő jogszabályi háttérnek a biztosítása, tehát magán az adatkezelése. Nem annyira műszaki kialakítást kell felülvizsgálni, hanem azt, hogy a mögötte lévő adatkezelés az hogy zajlik. Igen, mert van erre hivatott szakember, akinek van jogosultsága ilyen tanúsítványt kiállítani, hogy ez megfelel a jelenleg hatályos jogszabályoknak, nem? Maga Gáborra egyeztettem, a Gábor korábban azt mondta, hogy ilyen nincs ilyen tanúsítvány. De akkor kiállapítja meg, hogy ez most jól lehet. Az adatvédelmi hatóság tartozik ennek a kérdésnek az eldöntése. Nem szakemberi kérdés lesz. Akkor felrakjuk, és akkor megint futunk egy kört az adatvédelmi hatóságnál, hogy ez most szerint tök volt. Fent van most is. Hát felvallakva itt. Na, azt tudom, csak az, hogy nem jó, hanem a mögötte lévő szabályozás az, amit a nemzetiségi önkormányzatnak ki kell dolgoznia igazából. Annak kell megfelelnie a jogszabályi előírásoknak. Jó, ezt én értem, csak hogy megfelel a jogszabályi előírásoknak, vagy csak az adatvédelmi hatóság mondta neki? Minden jogszabálynak. Neki van hatásköre ebben a történetben szerint. Azért került bele ugye a határozati hasladvány, nem a adatvédelmi törvényre való hivatkozás, hanem jogszabályi környezet, abban benne van ez minden. Tehát... További hozzászólás? Igen? Ez én emlékeim is arról szólt, de elég vicces, mert erről kb. Fordain beszélgettünk bizottságról is, amit az egész költségvetésről. És ennek a vége az volt, hogy ha kamerarendszer van, akkor az olyannak kell legyen, ami megfelel annak a hatályos adatvédelmi rendszernek, amire való hivatkozással az egész el lett utasítva. Tehát az olyan, hogy ne lehessen elutasítani, ezt neki kell dolgozni. Tehát valami olyasmire céloztunk, hogy ha már egyszer van, akkor az olyan legyen, hogy mindenféle előírásnak megfeleljen. Nyilván az a fajta kifogás, ami elhangzott ez ellen, ha minden adatvédelmi előírásnak meg tud felelni, az a nem is annyira térfigyelő, mert az is elhangzott, hogy nem a teret figyelő, hanem egyetlen pontot figyel ez a kamera. De hogyha az minden jogszabályi előírásnak megfelel, akkor nyilván a kifogás is véletlenül esetleg megszűnik. Tehát erre fókuszáltunk, nem arra, hogy az a kamera most 3 vagy 4 megapixellel vegye azt a beállati ajtót. Szóval, de nem tudom, hogy ezzel most mit kezdjünk, vagy mit kell változtatni azon, hogy ez jó legyen, mert most van egy határozat, ami ezek szerint nem teljesen olyan, mint aminek lenni kéne. Akkor értsünk egyet a polgármesterről, és akkor legyen az alpolgármesterről a bocsánat, és akkor várjuk meg azt, amíg beérkezik egy olyan következő kérelem, hogy ott hagyd legyen egy olyan kamerarendszer kiépítve, ami így fog a kérelmező megvalósítani, hogy ez minden rendszernek megfeleljen, mert ez ebben a kérelemben valóban nincsen benne, ha jól értettem. Akkor én viszont az alpolgármesterrel fogok egyetérteni, és az első része az részemről is teljesen egyértelmű, hiszen a jelenlegi rendelkezésre álló dokumentumok és határozatok szerint van egy rendszer, ami nem felel meg a hatályos előírásoknak, tehát arra az önkormányzat nem adhatja hozzájárulását, és az már nem hangzott el, hogy akkor legyen egy újabb rendszer kiépítve. Ha meg ez a kérelem bejön, akkor azt ugye meg fogja tárgyalni nyilván az önkormányzat, és hoz egy döntést annak megfelelően, úgyhogy én ezt fogom támogatni, hogy az alpolgármesterről összefoglalt. Igen? Igazság szerint ugye az elnök úr levelében elhangzott kérés az valóban ne helytelen lett megfogalmazva. Véleményem is ez, viszont nem értem, hogy miért nem lehet egy választ úgy megfogalmazni, hogy lehetne ezt elfogadni. Tehát ha már egyszer van egy hasonló kérés, akkor miért nem lehet ezt úgy megfogalmazni, hogy a hatályos jogszabályoknak való megfelelés esetén elfogadottnak tekintjük ezt a kérelmet, tehát nem értem, hogy miért kell még egy pluszkört futni azért, hogy egy újabb alkalommal ez megtárgyalásra kerüljön. Igen. Én az elhangzottak alapján szerintem sajnos mindenképpen kell pluszkört futnunk, mert a teljes jogszabályi megfelelőséget azt ezek szerint csak az adatvédelmi hatóság mondhatja ki, tehát mindenképpen visszakerül.
Nyilván lehet, hogyha most mi nem fogalmazunk meg egy olyan mondatot, amiben utána az adatvédelmi hatóság felé lehet fordulni, és a tőlük bekért válaszlevél alapján engedélyeztetni, nem kell akkor még egyszer külön engedélyt kérni az önkormányzattól, a testülettől, hogy használhassák a kamerákat. Ám, hogyha már úgy meg van fogalmazva a válaszlevél, hogy igen, elfogadjuk, de ezekkel a feltételekkel, akkor utána ő azzal tovább tud menni az adatvédelmi hatóság felé, ahol megkapja az engedélyt, vagy nem kapja meg az engedélyt a használathoz. Jelző, nem ilyen engedélyeztetési eljárásra? Nem. Tehát nyilván azokat, amik a felhívásba, illetve a tájékoztatóba szerepeltek, a szabályzattól elkezdve minden azokat be lehet küldeni, sőt célszerű is lenne nyilván beküldeni a hatósághoz, amikről valamilyen álláspontot a hatóság ki fog alakítani. Ez jó vagy nem jó, megnézik, esetleg megfogalmaznak ezzel kapcsolatban javaslatokat. Azt én el tudom fogadni, hogy amit az Evelyn utalt, hogy amennyiben a adatvédelmi hatóság megfelelőnek találja a kiépített rendszert, akkor az önkormányzat további akadályt nem gördít ez elé. Hát csak akkor először kiépíti hozzájárulások nélkül? Nem, kiépíti a nemzetiségi önkormányzat, beszerzi hozzá az adatvédelmi hatóságnak a véleményét, és hogyha az támogató jellegű, akkor valóban nem kell ide visszahozni. Azt nem értem az Evelyn részéről, ugye lehet, hogy hibásan lett megfogalmazva a kérelem maga, ezt el tudjuk képzelni, én is el tudtam képzelni. Mihez járuljon hozzá az önkormányzat? Ehhez, újhoz, hány kamerához, hova van, hova néz a kamera? Tehát ezek ilyen pillanatnyilag ilyen ismeretlen dolgok. Tehát egy ilyen biankós határozati javaslatra mondtam én azt, hogy én ezt addig nem tudom támogatni, amíg valami konkrét megfogható dolog nincs, és van másik fél is ugye ebbe a körbe, hogy van egy belső udvar, amire ugye a múltkor az a válasz született, hogy jó lenne a kocsikat is figyelni, hogy nehogy valaki meghúzza és be lehessen azonosítani. Ez ugye egy már térfigyelésnek minősül, amiben osztatlan közös tulajdon, nem tudom, hogy majd hogy is tanul hatóság. Én ehhez nem értek. Én azt az álláspontot képviselem sarkosan, hogy elmondtam, van egy kérelem, azt vizsgálni kell, ha lesz másik kérelem, vagy itt lesz másik kérelem. De az konkrét kérelem, mire vonatkozik esetleg a telepítés, akkor arra azzal vonatkozóan megint lehet álláspontot kialakítani, az én véleményem szerint, de én ebben nem tudok másba dönteni most. Oké. További hozzászólás? Nincs. Akkor összegzem, hogy meddig jutottunk el. Van két határozati javaslat, ugye módosított határozati javaslat nem született, mind a két javaslatot a bizottság fogalmazta meg. Az elsőnek a pontosítása érdekében már imént ismertettem, hogy szerintem mivel kellene kiegészíteni. Jó, tehát társtulajdonosi gyakorlója a ZLC Német Nemzetiségi Önkormányzat által kiépített kamerás vagyonvédelmi rendszer. Jó, tehát legyen benne az, hogy kamerás, mert vagyonvédelme sok minden bele tartozhat. És akkor a második pontja pedig az lenne ennek a határozati javaslatnak, hogy a képviselőtestület utasítja a polgármestert, hogy küldje meg ezt a határozatot a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének. A második határozati javaslatnál az lenne a javaslatom, hogy tekintettel arra, hogy amit a bizottság megfogalmazott, az gyakorlatilag teljes egészében, vagy majdnem egészében összhangban van a eredeti határozati javaslattal. Ugye itt ez a megfelelő műszaki tanúsítvánnyal rendelkező kamerás rész kerülne ki belőle gyakorlatilag a bizottsághoz képest. Úgyhogy az eredeti határozati javaslatot tennem majd fel második szavazásra, hogyha el tudjátok fogadni így a javaslatot. Az értelmezés szempontjából, vagy ragaszkodsz ahhoz, amit egy bizottságülése megfogalmazhatott? Hát, már közben kiegészítettem. Na, akkor mondjad, akkor az lesz az utolsó módosító javaslat. Az utolsó mondatát végül is, és szerintem összhangban van azzal, amit az elején szeretném, hogy a kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok szerinti működtetésért, annak hatóság általi megfelelőségének igazolásáért kamerát elhelyezők és üzemeltetők felelősek. Tehát ebben már benne van az, hogy ha a nemzetiségi önkormányzat, ha a tűzoltóság szeretne felrakni
Kamerát? A teljes határozati javaslatot is, mert ez légy szíves, mert most elveszettem a fonalat, hogy most melyiknél tartunk. Annyira minden ebben. Az Ércvárosi Önkormányzat képviselőtestülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Érci Német Nemzetiségi Önkormányzat, illetve az Érci Önkormányzati Tűzoltóság megfelelő műszaki tanúsítványra rendelkező kamerákat helyezzen ki az Érc Petőfi út 6 szám alatti ingatlanra, azzal a feltétele, hogy azok kihelyezésének és üzemeltetésének meg kell felelnie a mindenkori jogszabály előírásoknak. A kamerarendszer üzemeltetésére vonatkozó jogszabályok szerinti működtetésért, annak hatóság általi megfelelőségének igazolásáért a kamerát elhelyezők és üzemeltetők felelősek. Jó, azért nem értem benne ezt a megfelelő műszaki tanúsítványra rendelkező kamerás. Hát ez az, ami át lett írva. Én azt kivenném belőle, tehát... Azt kihúzhatjuk, mert a szándék nem ez volt, tehát nem a... Bármilyen kamerát megvesz a boltba, valamilyen műszaki tanúsítványa biztos, hogy van. De ez így is, úgy is vissza, hogy ide végegszer. Persze, most, meghozzuk ezt a határozatot. Fölrakjátok a kamerát, megint jön egy kifogás, megint megteszteli az adatvédelmi hatóság, és ugyanide érünk vissza. Nem, megteszteli előbb a hatóság, és utána a létműködés a kamera. Jó, én tekintettel arra, hogy ez kicsit ostobán néznek, hogy a saját határozatunkat, amit most az elnök úr megmódosított, nem támogatom, amit már egyszer meghoztunk, akkor én most az új fejleményeknél, egyelőjebb fejleményekre való tekintettel, akkor én most visszavonnám az elnöki megállapításokat, és akkor ezt most támogatni fogok adminisztratív okokból, mert hogy a mi határozatunk egyébként. Jó. Egy kérdésem lenne, hogy az ingatlanon elhelyezendő kamerákhoz, ahhoz, hogy az adatvédelmi hatóságnak a vizsgálata egyetlen, a vizsgálati szakaszig eljuthasson ez a dolog, nem kell elvi hozzájárulásunkat adni? Tehát most van egy kamerarendszer, már jelen pillanatban. Az kérdés, rendben van, csak ez nem felel meg, tehát ehhez nem járulunk hozzá. De hogyha hozunk egy olyan határozatot, hogy nem járunk semmilyen formában ehhez, akkor el sem juthat az adott védelmi hatósághoz, hiszen eleve elzárkoltunk előle. Nem akarunk elmondani, csak arra akartunk dönteni, ami a tények előttünk van. Ezért most mondom, hogyha beletennénk azt, hogy elvi hozzájárulásra adja, és akkor... Ez ebben nem az benne volt, hát elvi hozzájárulásra adja. Hogyha nem is elvigazunk. Nem is elvigadunk, hanem hozzájárulunk most éppen. Jó, további hozzászólás. Nincs? Nem jelentkeztél, de jelentkezzél nyugodtan, hogyha szeretnél szólni. Tisztelettel üdvözlöm a képviselőtestet, a polgármester urat, a polgármester urat. Ugye két helyzet van. A jelenlegi helyzetben kiépített kamerarendszer, amit az adatvédelmi hatóság megvizsgált, és nem felel meg. Azt gondolom, ebből adódóan ezt a kamerarendszer működtetéséhez az önkormányzat nem járulhat hozzá, hiszen egy hatósági döntés van, tehát ezt le kellene szerelni. Én azt gondolom, de nyilván nem az én hatásköröm az, hogy javaslat eléjek, erre kellene egy határozati javaslat. Illetve a második, az, hogy lehetőséget köszönjük biztosít. Köszönjük szépen, hogy megmondod, hogy mit kellene csinálnunk. Nem, semmiféleképpen. A második az pedig az, amit itt képviselő is mondott, hogy ha ki akar építeni, akkor legyen a NAIC-tól egy olyan jellegű hatósági döntés, hogy az megfelelő, és ha megfelelő, akkor ki lehet építeni. Szerintem ez a kérdés az, amit el kellene dönteni, de látom, polgármester úr nem ért velem egyet. Azért kérdeztem a jegyzőtől, nem engedélyköteles tevékenységről van szó. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell betartani a jogszabályi követelményeket, annak megfelelően kell kiépíteni adott esetben a kamerarendszert. Itt a adatvédelmi biztos leírta a levelében, hogy melyek azok a pontok, amelyeken nem felel meg a kiépített rendszer a jogszabályi környezetnek. Én úgy gondolom, hogy ennek figyelembevételével gondolom, hogy lehet olyan műszaki tartalmat és olyan üzemeltetési rendet kialakítani, ami megfeleltethető ennek. Ugye most a Zoli által megfogalmazott javaslat,
az annyival több a eredeti határozati javaslathoz, hogy ott azt mondtuk, hogy jogszabály meg minden feltételnek annak kell megfeleltetni, aki kihelyezi. Itt meg belekerült az, hogy az adatvédelmi hatóságnak a véleményét is ki kell kérni róla, véleményét, hogy ez így vajon megfelel-e, remélhetőleg meg fog felelni. Mindenkinek az az érdeke egyébként, hogy megfeleljen. Még annyit mondanék, hogyha megengedi polgármester, hogy adatvédelmi hatóság azt mondta, hogy a közös terek figyeléséhez a társnak is hozzá kell járulni. Picit hangosabban mondja, szíves. Hogyha a közös tér figyeléséhez a másik félnek, a jelen esetben a tűzoltóságnak is hozzá kell járulni. Ugye három kamera van, az egyik a épület előtti területet, illetve közterületet figyelhet, nem tudom, a másik a bejárati ajtót, a harmadik a lépcsőházat, közös használat a lépcsőházat. Tehát mind a háromnál megjelenik a tűzoltóság személyi állománya, akik nyilván egyhangúan nem támogatták a kamerarendszert. Köszönöm. Köszönöm szépen a pozitív hozzáállásotokat egyébként ez a történethez. Én egyébként időnként azt nem értem ebbe a dologba, hogy ott van két szervezet, egy önkormányzat és egy önkormányzati tűzoltóság épületen belül, és miért kell nekünk egyáltalán ilyen napirendekkel foglalkozni. Én úgy gondolom, hogy itt nem is folytatom tovább ezt a gondolatot, mert hogy ezzel foglalkoznunk kell, ez szerintem soha nem egy emberen meg egy szervezeten múlik, hanem mindig az együtt élőknek a közössége múlik, hogy mennyire találják meg a közös kapcsolódási pontokat, és nem azokat, amelyek adott esetben szétválasztanak minden normális ügyekezdeményezést. Ez igaz oda-vissza, tehát nem olyan régen volt egy másik tartalmú előterjesztés, amikor én úgy gondolom, hogy ott is egy picit értetlen voltam, hogy miért nem lehetett hozzájárulni ahhoz, hogy napelemeket lehessen felhelyezni a épület tetejére, de ez most úgy gondolom más lakra tartozik. További hozzászólás. Na, akkor szavazzunk. Az első határozati javaslat szól arról, amit a bizottság elsőként javasol, azokkal az apró kiegészítésekkel, amit hozzátettem, ami arról szól, hogy elnök úrnak a konkrét kérelmére adott konkrét elutasító választ fogalmazza meg. Aki ezt a határozati javaslatot el tudja fogadni, kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm megállapítani, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. A második határozati javaslat, ott az előbb ismertette a Zoli. Ez az eredetihez képest ugye kiegészítésre került itt a adatvédelmi hatóságnak a véleményének a figyelembe vételével, vagy kikérésével kapcsolatos feladatokkal is. Aki ezt a határozati javaslatot el tudja fogadni, kérem kézfelemelésre jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, igen, aki nem. 1, 2 ellenében megállapítani a képviselőtestület elfogadta a területi javaslatot. Ezzel valószínűleg tartani a mai napra a leghosszabb előterjesztésnek, mert talán a végére értünk. Áttérnünk következő napi rendünkre. Polgármester 2020 évi szabadság ütemezésének jóváhagyása. Népszabályi kötelezettségemet tettem meg, hogy megkészítettem a szabadság ütemtervet, amit aztán képviselő társaim elé terveztek. Pénzügyi ellenőrzés gazdasági bizottság tárgyalta az előterjesztést, egyhangulag tárgyalásra alkalmasnak tart, és egyhangulag javasolja a képviselőtestületnek a tárgyalati javaslat elfogadását. Kinek van kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Hozzászólás. Nincs. Szavazásban nem kívánok részt venni. Aki a határozati javaslatot el tudja fogadni, kérem kézfelemelésre nyomja. Köszönöm megállapítani. Képviselőtársaim elfogadták a határozati javaslatot. Következő napi rendünk. Turisztikai együttműködési megállapodás jóváhagyása. Bizottságok tárgyalták az előterjesztést, bizottság tárgyalt ellenőrzést, pénzügyi ellenőrzés, gazdasági bizottság egyhangulag tárgyalása alkalmasnak tart és javasolja a testületnek a határozati javaslat elfogadását. A határozati javaslat az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodás jóváhagyásáról szól, illetőleg felhatalmazza a polgármester Tamot aláírására.
együttműködési megállapodás az egyelőre résztvevők szempontjából nyitott, amit alapként tekintünk, hogy benne a Bakony Bél és Zirc önkormányzata. Egyébként pedig a térség önkormányzatai számára adott a lehetőség, hogy március végéig a megállapodás tervet elfogadásával meghozzák döntésüket ahhoz való csatlakozásról. Ez egyelőre egy viszonylag laza és komolyabb kötöttségeket nem jelentő együttműködési megállapodás tervezet, amelynek célja az, hogy a Bakony, mint turisztikai márka létrehozását, bevezetését kezdeményezze és indítsa el a térségben. Ennek az együttműködésnek majd úgy gondolom, hogy komolyabb lépése akkor realizálódhat, hogyha látjuk azt, hogy ténylegesen kikkel lehet együtt gondolkodni abban a témában, és annak ismeretében lehet megtervezni együttműködésnek a szintereit és az együttműködésnek a szervezeti hátterét is, amelynek egyértelműen biztos, hogy lesz költségvonzata is az együttműködésben résztvevő önkormányzatok számára, hiszen hogyha nem foglalkoztatunk turisztikai menedzsert ennek a témának a képviseletére, akkor sokkal nem fogunk jutni, de ez mindenféleképpen majd a jövő zenéje lesz. Volt egy ilyen kezdeményezésünk már egyébként egy évvel ezelőtt, akkor elkövettük azt a hibát, hogy az együttműködési megállapodás tervezetben eleve felsorolásra kerültek a együttműködésben tervezetten résztvevő önkormányzatok, 13-14 önkormányzat emlékezetem szerint, akik előzetesen azt mondták, hogy igen, és amikor testületi döntéssel kellett megerősíteni a megállapodás tervezetét, akkor egyetlen egy önkormányzat azt mondta, hogy hát mégsem. De tekintettel arra, hogy a Fejlécen az ő nevük is szerepelt, azért nem lehetett érvényesen megkötni azt az együttműködési megállapodást nélkülük. Most azért találtuk ki ezt a formát, hogy csatlakozni lehet, és akkor a csatlakozókkal kiegészítésre kerül az együttműködés, hogy ezt a korábbi hibát ezt el lehessen kerülni. Kinek van kérdése? Hozzászólás? És aki a határozati javaslatot el tudja fogadni, kérem kész felemelése jelezzel. Köszönöm, megállapítom, hogy egy hanglag elfogadta a képviselőtestület. Következő napi rendünk, Zirc Városi Önkormányzat beszerzési szabályzatának elfogadása. Pénzügyi élen az bizottság tárgyalta az előterjesztést. Elnök úr javaslatára akkor módosításokat eszközöltünk benne, mert kérem, hogy ismertesse ezeket. A bizottság az előterjesztés két igen szavazattal egy hangból tárgyalásra alkalmasnak tartja. A bizottság két igen szavazattal egy hangból javasolja a képviselőtestületnek határozati javaslat elfogadását az alábbi módosításokkal. A beszerzés rendje első pontja. A beszerzési eljárás 8. bekezdésébe kerüljön bele, hogy az ajánlatok az ajánlatkérő képviseletében eljáró személy hivatalos e-mail címét kerüljenek megküldése, valamint kerüljenek bele az e-mail címek. Köszönöm szépen. Kinek van kérdés az előterjesztésre kapcsolatban? Hozzászólás? Nincs. Aki a beszerzési szabályzatot és ehhez kapcsolódó határozati javaslatot el tudja fogadni, kérem kész felemelésre jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy hangulag elfogadta a képviselőtestület. Következő napi rendünk Zirci Erzsébet Kórház Alapítvány alapítókiratának módosítása. Bizottságok támogatták az előterjesztést, pénzügyi ellenőrző bizottság egyhangulag tárgyalása alkalmasnak tartja, emberi kapcsolatok bizottsága pedig egyhangulag javasolja a testületnek határozati javaslat elfogadását. Bizottsági ülést követően kaptam készhez kórház főigazgatójának a megkeresését, amelyben a intézmény fenntartójának a megkeresésére hivatkozott az Állami Egészségügyi Ellátóközpont, aki kérdést tett fel, hogy átvegyék-e az alapítványt, vagy ne vegyék át az alapítványt. Tekintettel arra, hogy a 2012 évi törvény, amely a egészségügyi intézmények állami tulajdonba vételéről szól, az rendelkezett egyébként az intézményekhez kötődő alapítványok alapítói jogainak átvételéről is, ami úgy tűnik, hogy eddig nem nagyon történt meg. Ugyanakkor a Zirci Erzsébet Kórház nevét viselő Zirci alapítvány tevékenységi köre az nem csak a kórházra, hanem
térség ellátására, illetve térség egészség megőrzül, meg hasonló tevékenységekre is kiterjed. Ennek kapcsán tették fel a kérdéseket, hogy mi a vélemény helyben. Úgyhogy ehhez kapcsolódóan készült egy második határozati javaslat is, amelynek az a lényege, hogyha jogszabályi környezet ezt lehetővé teszi, akkor önkormányzatunk továbbra is gyakorolni kívánja az alapítványnak az alapítói jogait. Természetesen, hogyha úgy gondolják, hogy erre a jogszabályi környezet nem tesz lehetőséget, vagy nem ad lehetőséget, akkor el fogjuk adni az alapítványt. Az első határozati javaslat az pedig a kuratórium új elnökének a megválasztásáról szól. Itt egyeztetéseket követően került megfogalmazásra Rümnér Müller Anikó személyében a javaslat. Kinek van kérdése? Hozzászólás. Előterjesztésben szereplő határozati javaslatot, aki el tudja fogadni, kérem kézfelemelése jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület, aki a második határozati javaslatot, aminek a hátterét innen ismertettem, el tudja fogadni, kérem kézfelemelése jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy ezt is egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Rátérnénk következő napi rendünkre, ez Zirc 98-es helyrezi számú ingatlanra érkezett vételi ajánlattal kapcsolatos döntés. A cím az nem feltétlen pontos, mert nem a vételi ajánlatról fogunk dönteni, hanem ahhoz kapcsolódó döntésről beszélhetünk. Az előterjesztést a bizottság tárgyalta, egyhangulag tárgyaláskor alkalmasnak tartja, és egyhangulag javasolja a határozati javaslat elfogadását a pénzügyigazdasági és ellenőrző bizottság. Kinek van kérdése? Ugye időközben megkaptuk a értékelési szakvéleményt, amely az ingatlannak a értékét 17.900.000 forintban határozza meg, tehát ennek ezzel az összeggel kerülne kiegészítésre majd a határozati javaslat, amit hogyha képviselőtestület támogat, akkor az adott ingatlan az értékesítésre kerülne meghirdetésre, versenytárgyalásos pályázat formájában. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Az első határozati javaslatot tenném felszavazásra, itt az a 17.900.000 forintos kiinduló minimális vételára kiegészítve, aki ezt el tudja fogadni, kérem kézfelemelése jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. A második határozati javaslat pedig a településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök felülvizsgálata helyét és szabályozat véleményezési anyagban szereplő ingatlanhoz kapcsolódó utak, tervezetutakkal kapcsolatban fogalmaz meg véleményét. Magyarán szóval ezeket nem kívánjuk szerepeltetni a végleges tervlapon. Ezzel is a ingatlannak, hogyha úgy tetszik, akkor a hasznosíthatóságát jobban szem előtt tartva. Aki ezt el tudja fogadni, kérem kézfelemelése jelezze. Megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. A harmadik határozati javaslat az pedig az ingatlanra vonatkozó bérleti szerződésnek a felmondásáról szól. Aki ezt el tudja fogadni, kérem kézfelemelése jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Következő napi rendünk. Műszaki ellenőri, egészen ugyanaz a cím, melyiket olvasom, amit ismertettem a meghívóban. Jó, műszaki ellenőri tevékenység végzésére értett ajánlatok bírálata top 1-2-1 projekt. Pénzügyi ellenőrzés gazdasági bizottság nem tudta tárgyalni meg az előterjesztést, mert később érkeztek be az ajánlatok. Gyakorlatilag 90 vállalkozást kértünk fel ajánlattételre, 5 ajánlat érkezett be.
A projekt az egyébként a komplex turisztikai fejlesztés Diecennehez kapcsolódó múzeumi fejlesztéseknek a műszaki ellenőri feladatainak ellátásáról szól az előterjesztés. A beérkezett 5 ajánlat közül a legkedvezőbbet a Katar BT adta, 1.600.000 forintos bruttó ajánlati ára. Kinek van kérdése? Hozzászólás? Nincs. Aki a területi javaslatot el tudja fogadni, kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm megállapítani, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Következő napi rendünk közbeszerzési eljárás lefolytatására érkezett ajánlatok bírálata TOP 3-2-1 projekt esetében. Ez a projekt pedig az ÉC Regulianta, a Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola épület energetikai fejlesztését célozza. Itt 7 vállalkozást kerestünk meg ajánlattétel tárgyába. 3 ajánlat érkezett be, a legkedvezőbb ajánlatot Asbótól Krisztina egyéni vállalkozó adta bruttó 480.000 forintos ajánlati ára. A területi javaslat szerint is őt javasoljuk a szerződés megkötésére. A pénzügyi ellenőrzés gazdasági bizottság ezt az előterjesztést már tárgyalni tudta, és egyhangulag javasolja a területi javaslat elfogadását. Kinek van kérdése? Hozzászólás? Nincs. Aki a területi javaslatot el tudja fogadni, kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Következő a napi rend. A 2 határozati javaslatot nem tartalmazó előterjesztések tájékoztatók keretében tájékoztató a téli rezsicsökkentéshez kapcsolódó állami támogatás felhasználásáról. Bizottságok tárgyalták az előterjesztést. Nézzük jelen az a bizottság egyhangulag tárgyalása alkalmasnak tartja és javasolja a tájékoztató tudomásul vételét, hasonlóképpen az Emberi Kapcsolatok Bizottsága is, mint két bizottság egy hangi szavazásra. Kinek van kérdése? Nincs, aki a tájékoztató tudomásul tudja venni, kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm, megállapítani, hogy egy hangulat tudomásul vett a képviselőtestület. Következő a tájékoztató az elmúlt időszak eseményeiről. Ezzel kapcsolatban meg van kérdése. Nincs, aki a tájékoztató tudomásul tudja venni, kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag tudomásul vett a képviselőtestület. Következő jelentés a lejárt határidei határozatok végrehajtásáról szól. Pénzügyi ellenőrző bizottság egyhangulag tárgyalása alkalmasnak tart, és egyhangulag javasolja a tájékoztató tudomásul vételét. Ezzel kapcsolatban kérdés. Nincs, aki tudomásul tudja venni a tájékoztatót, kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag tudomásul vett a képviselőtestület. Következő tájékoztató az átkázott hatáskörben hozott polgármesteri döntésekről szól. Pénzügyi ellenőrző bizottság egyhangulag tárgyalása alkalmasnak tartja és javasolja a képviselőtestületnek a tájékoztató tudomásul vételét. Ezzel kapcsolatban kérdés. Nincs, aki tudomásul tudja venni a tájékoztatót, kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag tudomásul vette a képviselőtestület. Tájékoztató az átkozott hatáskörben adott jegyzői döntésekről. Pénzügyi ellenőrző bizottság szintén tárgyalta egy hangulat tárgyalása alkalmasnak tart és javasolja egy hangulat a tájékoztató tudomásul vételét. Jegyző úr, további kiegészítés? Nincs. Nincs. Kérdés? Nincs. Aki tudomásul tudja venni jegyző jelentését, kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm. Végül nem utolsó sorban tájékoztatóan átkozott hatáskörben adott bizottsági döntésekről. A bizottság tárgyalta, egy hangulat tárgyalása alkalmasnak tartja saját döntéseivel kapcsolatos tájékoztatót. Kérdés? Nincs. Aki tudomásul tudja venni, kérem kézfelemelésre jelezze. Köszönöm, megállapítom, hogy egyhangulag tudomásul vette a képviselőtestület. Ezzel nyílt ülési napi rendjénk végére értünk. Én megköszönöm mindenkinek a megtisztelő figyelmet és a kellő türelmet a mai testületüléshez.